A mai videóban azt fogjuk megnézni, hogy milyen előnyei vannak a fekete berkenyének, és hogy hogyan alkalmazzuk hatékonyan a fekete berkenyét. Szeretettel köszöntök mindenkit! A fekete berkenye, melynek másik neve arónia, az Európában őshonos és tradicionálisan is termesztett bogyós gyümölcsök közül az egyik legmagasabb polifenol tartalmú. Rengeteg flavonoid és nem flavonoid típusú vegyület van benne, és kiemelten magas az antocián tartalma is. Sokféle formában kapható, például por, kapszula, tabletta, szirup, lekvár, aszaltbogyó. Én azonban a gyümölcslevet szoktam ajánlani mindenkinek, mert a gyümölcsli áll a legközelebb a bogyó eredeti természetes állapotához. A fekete berkenyelé, ha jó minőségű, egy nagyon tömény ital, amiből naponta 2x30 ml ajánlott alapszinten, de ha valamilyen komolyabb problémára isszuk, növelhetjük belőle az adagot akár napi 3x50 ml-ig is. A bogyóknak és a berkenyelének is az íze fanyar, száraz, száj összehúzó hatású. Azt érezzük, hogy így össze kell húznunk a szánkat, amikor fogyasztjuk. Ez a benne lévő csersavak miatt van. A fekete berkenye először is nagyon jó, mint egyes, mint kettes típusú cukorbetegeknek, jelentős mértékben tudja csökkenteni a vércukrot, és nagy mértékben támogatja az inzulin működését is a szervezetünkben. Ez ugye a prediabetes állapotában is fontos hatás, de akkor is, ha mindennapi ételeinkkel sok szénhidrátot fogyasztunk. Édességek, búzaételek, rizs, kukorica, burgonya. Cukorbetegeknek, de másoknak is nagyon hasznos az érfal regeneráló hatása, növeli az erek rugalmasságát, és nem csak a vastag ereket, de a vékony hajszál erekre is hatással vannak a benne lévő polifenol vegyületek. Emiatt nagyon jó azokra a területekre, ahol fontos feladatokat látnak el a vékony hajszál erek, ilyen például a szem és az agy, azaz a fekete berkenyével jelentős támogatást adhatunk a szemeinknek és az agyunknak, hogy fittek és egészségesek maradjanak. Az aggyal és a szemekkel összefüggő egészségügyi problémákra mindenképpen ajánlható a fogyasztása. Az aróniának erős antioxidáns hatása van, nagyon hasznos általános gyulladás csökkentéshez, tehát általánosan a gyulladások mérsékléséhez a szervezetünkben, ami ugye a betegségek megelőzéséhez fontos. Így mérsékli a lipidperoxidációt is, tehát csökkenthetjük vele a koleszterin oxidálódásának esélyeit, azaz, hogy a koleszterin negatív hatásokat okozzon az erekben. Érdemes fekete berkenyelevet fogyasztani a bélrendszer állapotának javításához is, gyulladásos bélrendszeri gondokra, illetve áteresztő bélszindróma esetén a polifenolok bevitele hasznos tud lenni, de komoly támogató hatást fejt ki az olyan súlyos betegségeknél is, mint a vastagbélrák. A vastagbélrákon túl más daganatos megbetegedéseknél is jól jöhet a fekete berkenyelé, vagy a fekete berkenye kivonat, kapszula. A polifenolok, az antocianidok bevitele hasznos rákos megbetegedések esetén. Ihatjuk a fekete berkenyelevet elzsírosodott máj, májcirózis, májzsugorodás esetén is. Nem csak az alkohol által okozott májkárosodásokra jó, de egyéb esetekben is. A máj állapotának javítására jó a fekete berkenyével együtt a máriatövis, a homoktövis lé és a homoktövis magolaj, a kolin, az articsóka, a bojtorján gyökér kivonat, a fokhagyma, a cékla és a petrezselyem. A fekete berkenyelevet keverhetjük más gyümölcslevekkel is, ideális citromlével, narancslével, homoktövislével, tehát magas C-vitamin tartalmú gyümölcsök levekkel, illetve adhatunk hozzá egy kis stéviát, és így ezzel ugye édessé kellemessé tesszük az italt. Édesíthetjük nyers mézzel is, de keverhetjük hideg teába is a levet. A berkenyéből készült porokat gyümölcslébe, turmixokba, joghurtokba keverjük, a kapszulát egy pohár vízzel vagy gyümölcslével ígyuk meg. A fekete berkenye készítményeket, levet, porokat ideális hideg italokkal vagy ételekkel fogyasztani, hogy a hőre érzékeny hatóanyagai megmaradjanak benne. A berkenyelének, amihez nincs semmi sem hozzáadva, a glikémiás indexe 5 alatti, tehát nagyon alacsony, így fogyasztható alacsony szénhidrát tartalmú diétáknál és akár ketogén diéta alatt is. Gyermekeknek is lehet adni, 12 éves kor alatt nekik elegendő napi 1x-2x 15 ml. A
Fekete berkenye levet ideális étkezéstől függetlenül meginni, például étkezések után 1-2 órával, vagy étkezések előtt fél órával, 1 órával. Ha szeretnéd, hogy más is megtudja ezeket az infókat a fekete berkenyéről, nyomj egyet a videó alatti tetszik gombra, iratkozz fel a csatornára, mert így másokhoz is eljuthat ez a videó. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.